Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Terézvárosi magazint látják, azon belül is az önkormányzati perceket. Horváth Zoltán atya a vendégem. Tisztelettel köszöntöm, atyám. Mondhatnám, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenki amen. Én is szeretettel köszöntöm. Azért is kezdjük így, hiszen különleges apropója van a mai beszélgetésünknek. Zoltán atya ezüst misézett az elmúlt héten. Atya, a jubileumok mindig arra sarkalják az embereket, hogy kicsit visszagondoljanak az elmúlt időszakra, és most direkt csak annyit mondtam, hogy plébános ezüstmisézet, és a beszélgetésünk alatt nagyon-nagyon sok mindenki fog jönni. Nekünk itt Terézvárosban díszpolgár, hiszen az Aviliai Szent Teréz templomnak a plébánosa, és mi így ismerjük Önt. Először is gratulálunk a 25 évhez, amely nagyon-nagyon tartalmas volt. Én nem csináltam semmit. Már az is egy dolog, amikor az ember azt mondja, hogy nem csináltam semmi különöset, hanem tettem a dolgomat, és az élet így hozta. Biztos nagyon sok minden elhangzott azon a bizonyos ünnepi szentmisén, és én nekem is eszembe jutottak régebbi beszélgetéseim. És egy picit rendhagyó módon fogunk most erre a 25 évre visszagondolni. Kiindulunk abból, hogy milyennek látja a 25 év távlatából Magyarországon a hívő embereknek az életét. Mennyit változott Ön annak tükrében, hogy a hívők változtak az elmúlt időszakban? Hát én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat, és nagyon remélem is, hogy sokat, mert az ember életének az a célja, hogy mindig valami újabb és újabb dolog legyen, amit szeretne elérni, amit szeretne megvalósítani, amit a hibáiból, a gyarlóságaiból látva szeretne jobban csinálni. És hogyha ez így van, akkor fejlődnünk kell, és ez az egyházra is igaz. Ugye az egyház miért tud élni 2000 éve, nem 25, hanem 2000 éve, azért, mert mindig képes megújulni. Egy adott kor emberéhez alkalmazkodni, de ugyanazt az Istent, aki állandó, csak mindig más és más módon továbbadni. Hogy miben változtam, hát az az egyik egészen biztos, hogy én azt gondoltam, hogy ez valahogy úgy működik, hogy a pap az ott van a templomban, és aki odajön, annak hirdeti Krisztus evangéliumát. Hát ez nem így működik. Így is természetesen, de sokkal inkább úgy, hogy a pap az, aki ott kell legyen az emberek mindennapi életében. Mert az Isten is ott van minden emberben, akiket megkereszteltek, ugye hitünk szerint benne él az Isten, ő együtt él az Istennel, és erre újra és újra rá kell világítani, rá kell vezetni az embereket, hogy ő nem egyedül van ebben a világban, nem saját erejében bízhat csak, nem neki kell mindent megvalósítani és elérnie, hanem ott van vele az Isten. És ha én az Isten képviseletében, vagy az Isten küldöttjeként vagyok jelen az ő mindennapi életében, akkor egészen biztos, hogy valahol ezt a küldetésemet teljesítem. Tehát ebben egészen biztos, hogy nagyon sokat változtam, és hát az élet hozta, hogy ezt lássam, hogy ez nem csak úgy működik, hogy aki bejön a templomba, hanem akivel mondjuk talán a templomban sosem találkoztam. És ez olyan érdekes is volt, hogy az ezüstmise alkalmával egy ilyen 25 éves jubileumra eljött olyan is, aki egyébként nem járt templomban, vagy egyébként nem hívő, vagy legalábbis nem keresztény. És úgy érezte, hogy hát mivel van kapcsolatunk, leültünk beszélgetni, vagy voltunk együtt valahol, valami közös élmény összeköt, hogy hát akkor most őnek is itt kell lennie. És ez egy nagyon jó dolog volt ebben az ezüstmisében. Említett, hogy mennyire fontos az emberekkel való napi kapcsolat, és az a templomon kívülre is vonatkozik, a szentmiséken kívülre is vonatkozik. És én így néztem és olvastam egy anyagot, ugye, hogy a szentmise alkalmával föltették a kérdést a statisztikáról, hogy hány embert keresztelt meg, hány embert oldozott föl, hány embernek a panaszát hallgatta meg, hány embernek nyújtott lelki vigaszt. Én inkább most arra lennék kíváncsi, mert a statisztika az egy, ugye, de a Szentírásban is az van, hogyha egy embert megmentünk, akkor már nagyon-nagyon sokat tettünk. Mennyire nyitottak itt Pesten az emberek? 2005 óta szolgál itt Terézvárosban.
És hát ez egy nem könnyű körzet. Tehát azt lehetne mondani, hogy igen, de mégsem. Nagyon-nagyon nagy az élet, nagyon-nagyon nyüzsgés, ugye tegnap is mondta, hogy éjszaka ment végig, és örült a fiataloknak és azoknak az embereknek, akik az utcán ünnepelték, és a válogatottat, amelyik egyébként az utolsó mérkőzésén nem tudta azt a teljesítményt hozni. És az emberek vigaszra leltek valamiben, és tulajdonképpen ez lehet, hogy furcsa párhuzam, de mégiscsak az van, hogy valakiben, valamiben vigaszra kell lelni, erőt kell kapni. Nyilván nem statisztika kérdése, hiszen, hogy mondjuk hányan vannak egy szentmisén, és ott az evangéliumról mondott néhány szó, a prédikáció, kiben, hogyan csapódik le, kit éppen mi ragad meg, ezt nem lehet statisztikával mérni. Vagy kinek melyik szó, melyik gondolat nyújt reményt és vigasztalást, hát ezt nem lehet statisztikával mérni. Valóban így van egyébként, ami engem az utolsó pillanatban mégiscsak arra indított 25 évvel ezelőtt, hogy hát igen, nekem mégiscsak papnak kell lennem, mert már az ember egy életre szóló döntés előtt úgy megfordul, hogy biztos? Tényleg? Ezt kell nekem csinálni? Hogy azt mondta nekem valaki, hogy tudod, ha egyetlen egy embert, egyetlen egy pici lépéssel közelebb segíthettél az Istenhez, akkor ennek az egy embernek egyetlen lépéséért érdemes volt az egész életedet odaadni. És nekem volt egy nagybátyám, aki még az én új misémen 25 évvel ezelőtt ott volt, és néhány hét múlva megállapították a súlyos betegséget nála, és ő nem járt templomba. A családom a tagjai közé tartozott, aki a hitét nem gyakorolta, és azért imádkoztunk, hogy milyen jó volna, ha újra szeretné, hogy az Isten most ebben a nagyon nehéz időszakban ott legyen mellette. És amikor fölhívott telefonon, hogy át tudnék-e menni hozzá, akkor ezzel kezdte, hogy ha te nem lettél volna pap, akkor én most az életemet nem tudnám letenni az Isten kezébe, mert te vagy számomra az, akivel ezt meg tudom tenni. Ez megtörtént délután, és este elköltözött az Istenhez. Ez az egyetlen egy ember már a legelején megvolt. A többi már mind csak ajándék. És azt gondolom, az ajándékok száma egyre nő, hiszen nagyon-nagyon sok ember találja meg azt a fajta beszélgetést, és direkt most nem a szentmisét mondom, hanem azt a hétköznapi beszélgetést, amiből magával tud valamit vinni. Említette a prédikációt, hogy nem lehet tudni, és statisztikával kifejezhetetlen, hogy egy prédikáció után mit visznek magukkal az emberek. És én sokszor szomorúan tapasztalom, hogy a prédikációk sokszor öncélúak, nem jutnak el az emberekhez. Nagyon sok olyan pappal találkoztam, akinek viszont érdemes volt vidékre elmenni, más településre meghallgatni a prédikációját, mert mindig tudott olyat mondani, ami az akkorra, és nem a politikával foglalkozott, de mindig volt valami, ami a hétköznapjaiban erőt adott. Hogyan építi fel a prédikációit? Mi a vezérfonala? Mi az, aminek mindig ott kell lenni? Vagy egyáltalán mennyire építi a hétköznapokra a prédikációkat? Hát természetesen 25 évvel ezelőtt kezdőként szóról-szóra leírtam. És nyilván igyekeztem a leírt szöveghez ragaszkodni. Mind a mai napig készítek egy vázlatot természetesen, hogy miből mi következik, hogyan kezdődik, hogyan fejeződik be, stb. Amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, az az, hogy az evangéliumnak, Krisztus üzenetének a lényegét a mai életünkben hogyan tudjuk megélni, szokták mondani megvalósítani, hát próbálkozunk, az nagyon sok miatt nem tudunk megvalósítani, de megélni, átérezni, hogy ott miről is van szó, vagy éppen az akkor Jézust hallgató emberek hogyan reagáltak, és vagy most mi hogyan reagálunk. És akkor az elmúlt hét, vagy a hetek eseményeiből, vagy történéseiből mindig akad valami olyan, ami ezt tökéletesen aktuálissá teszi. És én mindig ezt tartom a legfontosabbnak, hogy azt érezzék az emberek, azt értsék meg, hogy az evangélium nem egy múltbeli nagyon szép történet, ami egy ideális állapotot hoz,
hanem az a ma emberének a mai életéhez szól, és ad eligazítást az ember élete számára. Áldásról volt szó, ugye ezüstmise alkalmával hát a pap külön áldásban részesít mindenkit, akit ezt kéri, majd pedig, tudom én, a következő nap mentem a garázsba, és akkor a körút és a Király utca sarkán egy szendvics ember megállít, és azt mondja, hogy hát ne tessék haragudni, azt mondja, ugye maga itt pap. Mondom, hogy igen. Azt mondja, és hát meg tudna áldani engem meg a páromat. Mondom, hát persze, természetesen, de mire kérik az áldást? Azt mondja, hogy hát délelőtt voltunk az orvosnál, és gyermeket várunk. És szeretnénk, hogy a gyermekünk életén az Isten áldása legyen. És akkor oda hívta maga mögül az addig kicsit félszegen elbújt édesanyát, megáldottam őket, ott, hogy akkor hol áldjuk, mert mondom, itt, az üzlet előtt, kint az utcán, ahol vagyunk, az Isten mindenhol jelen van, ezt nem kell mennünk sehova. És hát, hogy valóban legyen áldás számukra az a gyermek, akit most elfogadtak. Hát én azt gondolom, hogy valahogy így. Ó, de szép. Ó, de szép. Na hát ilyen pillanatokért érdemes csinálni egy hivatást. Ilyen pillanatokért érdemes élni. Igen, így van. Egyébként igen, ilyenekért érdemes élni. Még egészen meg is hatottam. Az egyházak szerepe folyton folyvást változik az emberek hétköznapjában. Van, amikor divatos hívőnek lenni. Van, amikor nem volt divatos hívőnek lenni. Volt, amikor a hitünket tagadni kényszer, vagy hitüket tagadni kényszerültek az emberek. És ez most minden egyes vallásra igaz, és nem csak a katolikus Anya Szent Egyházra. És hát az egyháznak is nagyon-nagyon kell változni, hiszen mondhatjuk azt, hogy az egyházak között is van egy bizonyos harc a hívőkért. Jól látom én ezt? A változásról már beszéltünk, igen, mindig meg kell tudni újulnia az egyháznak, ez egészen biztos. Az egyházak közötti harcot én a keresztény történelmi egyházak között nem érzem. Itt a belvárosban, ahol én élek, az ezüstmisében protestáns lelkész evangélikus testvérem volt ott, aki az ezüstmisés pap áldását kérte. Semmiféle harcot ilyen szempontból nem érzek. Sokkal inkább talán azt, hogy mi egyikünkben és másikunkban az érték, és evangélikus püspök hívott már föl telefonon, hogy két katolikus fiatal jelentkezett nála, hogy szeretne házasságot kötni, de hát egyszer katolikusok, akkor nyilván, hogy akkor fogadnám-e őket, vagy pedig, hogy nálunk jelentkezett valaki, hogy hát eltemetnénk-e a hozzátartozóját, aki egyébként református volt, akkor természetes, hogy fölhívtam a református lelkészt, hogy ő legyen. Nem érzem ezt a harcot. Sokkal inkább talán azt, hogy önmagunkkal állunk hadilában sokszor, hogy amit teszek, azt tényleg úgy teszem-e, hogy valami valódi érték jut el az emberek szívéhez. Vagy csak, bocsánat a csúnya szóért, rendel egy szertartást magának. Mert a kettő nem ugyanaz. Tehát én nem szoktam kijavítani, valaki így mondja, hogy rendel egy szertartást, jó. De mikor odaérek, akkor a szívemből szeretném adni, az én hitemből, az én örök életbe vetett reményemből szeretnék adni számára, aminek a szertartás adja a keretét, adja az ünnepélyes formáját, de valami egészen másról van szó. Szívtől szívig az Isten adja az ember szíve számára. Mi a testvéregyházakkal ezekről szoktunk nagyon sokat beszélgetni, hogy mi mennyire vagyunk még mindig merevek, mennyire tudunk még mindig nyitottak lenni, mennyire érezzük azt, hogy jaj, ezt nem szabad elengednünk, mert akkor mi lesz, összeomlik az egész, nem akarjuk elhinni, hogy a Szentlélek, az Isten tartja fenn az egyházat, és nem pedig mi. Hát valahol én ebben érzem inkább egy ilyen kapcsolatot, de nem harcot. A harcot nem is talán a történelmi keresztény egyházakra értettem, hanem vannak kisebb gyülekezetek, épp a napokban metodista fiatalemberrel beszélgettem, de említhetem itt
a muszlimokat említhetem, itt a buddhista vallást, vagy bármely mást. Itt vannak a kristnások közöttünk, stb. Stb. Tehát annyiféle színűvé vált a magyarországi hit élet, és mindenki, aki Isten felé szeretne fordulni, megpróbálja azt a fajta Istent megkeresni, ami neki a fontos, vagy ami neki a megfelelő, biztos érti, mit akarok mondani. Igen. Tehát nem véletlen, hogy valakiből éppen katolikus lesz, vagy éppen adventista lesz, vagy éppen elmegy egy muszlim közösségbe. Igen, ez egészen biztos, és ez valahol azt gondolom, hogy olyan szempontból mindenféleképpen jó, hogy az Isten az embert abban teremtette szabadnak, hogy én Istennel vagy Isten nélkül, és azon belül milyen módon kívánom az életemet leélni, és ebben megengedi, hogy teljesen szabad legyek. Mert élhet szépen, tisztességesen, boldogan egy ember Isten nélkül is. Vagy valami másban, más vallásban, más formákban találja meg azt, ami számára az Istent közvetíti. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez talán sokszor abból is fakad, hogy igazán egyiket sem ismeri. Tehát hallunk dolgokat, az internet világában aztán bőségesen információkat, ami teljesen úgy van-e vagy nem, hát ebből az embernek sokszor kétsége Igen. van. De például, amiért a keleti vallások nagyon szimpatikusak az európai ember számára, és teljesen érthető, mert a csendre, az elmélyültségre, a meditációra vezeti, de hogy ugyanez benne van a kereszténységben, ez ugyanez benne van a katolikus vallásban, ez ugyanúgy benne van a katolikus egyház misztikumában, ahol ugyanezt tesszük, csak ezt nem ismeri. És talált valami mást, és azt ismeri, és azon keresztül közelíti meg. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy ha ugyanazt az Istent, és ugyanavval az Istennel való személyes kapcsolatot keressük, akkor mindenki abban keresse, amiben meg is találta. Csak lényeg, hogy az Istennel tegye, és azért a jóért, amit az Isten tud az ember számára adni. Gondolom, hogy rengeteg hitetlen emberrel találkozott már életében, akik mindig elcsodálkoznak azon, hogy lehet hinni valakiben, ami megfoghatatlan. Nem olyan rég Egeli Györggyel készítettem a Lillás reggelit, aki egy matematikán és fizikán alapuló számításokkal foglalkozó kutató ember volt, és elmesélte, hogy ő mitől lett igen erősen hívő, úgyhogy egy érdekes lesz. Hogyan el az a pillanat, amikor a tudós emberek eljutnak oda, hogy oké, megvan a tudomány, megvannak a leírt számok, de pontosan azért, mert tudom, ismerem a tudományt, kell valaminek ott lenni a háttérben, aki ilyen tökéletesen teremtette ezt a világot. Találkozott-e ilyennel? Voltak-e ilyen típusú vitái, elmélkedései? Ez nagyon-nagyon érdekes, mert éppen a legelején említett dologból az ember az elején azt gondolta, hogy sose fog olyan emberekkel találkozni, hiszen templomba az jön, akinek a hite már valameddig eljutott, és abban kér továbbra segítséget. De ugyanakkor pedig, hogyha az ember paplétére is igyekszik mindenféleképpen a világban az emberek között élni, akkor azt jelenti, hogy ilyenekkel bőségesen találkozik, és az számomra mindig ajándék, és valahogy úgy gondolom, hogy az az igazán tudós ember, aki minél többet tud ebből a világból, annál inkább rádöbben arra, hogy mi mindent nem tud még, amiért az, amit ő most felfedezett, megtalált, rájött, megtapasztalt, az így van. Megy tovább, és keresi, kutatja tovább, és mindig hiszem, hogy eljut egy rendező elvhez, ahogyan az a filozófiában szoktuk nevezni, vagy egy abszolútumhoz, amelyik mindezt kigondolta és megalkotta. Nevezheti így, nevezheti úgy, én Istennek hívom, aki számomra mindezt így megalkotta, és ez az, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy minél többet akarjak megismerni az emberből, a világból, a természetből, a tudományból,
erre használjam azt a sok információs lehetőséget, de ezek igazából akkor a legjobb, ha mind elvezetnek ahhoz, aki ezt így összerakta, ahogy említette, azaz elvezet ahhoz, aki mindezt teremtette. Nekünk, embereknek, hogy ezt élvezzük, ezzel éljünk, ezt használjuk, ez minket boldoggá tegyen. Őszentsége Ferenc pápa szívből adja apostoli áldását, pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából, főtisztelendő Horváth Szalatán István, protonotárius kanonok, esperes plébános, életére bőséges mennyei kegyelmeket kérve számára, és a szentséges Szűz Mária anyai pártogását, hogy növekvő hűséggel és belső örömmel folytassa Istennek és egyházának szentelt imádságos papi hivatását. Kelt Vatikánvárosban 2016. április 19-én. Ferenc pápa üzenetét is tolmácsolták ezen a bizonyos 25 éves ezüstmisén, ami azt hiszem, hogy egy nagyon nagy dolog lehet egy lelkipásztor életében. Igen, a Szent Atya egy igen nyitott ember. Hogyan kerültek kapcsolatba egyáltalán, honnan tud róla, hogy létezik itt egy Horváth Zoltán atya Terézvárosban, aki épp a 25. szentmiséjét ünnepelte. Hát nyilván azt azért nem képzelem, hogy ő pontosan tudja személyesen, hogy hol ki van. Hát ilyen esetben mindig az adott egyházmegyének a püspöke az, aki kéri a pápától, hogy az ő egyházmegyéje területén szolgálatot teljesítő különböző jubileumi időszakba eljutott papjai számára a pápának az áldását kérje. Tehát ez így történt nyilván az én esetemben is. Mégis azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat jelent. Ugye amikor én első szentmisémet mutattam be, akkor egy hasonlót kaptam II. János Pál pápától, most pedig Ferenc pápától, és mind a kettő olyan, akivel már találkozhattam ugyan személyesen is, és ezt is nagyon nagy ajándéknak tartom, de valamiféleképpen mind a kettő valamiért nagyon közel állt hozzám lelkileg. Tehát az ő gondolkodásmódjuk, az ő világhoz való hozzáállásuk, az nagyon-nagyon sokat jelentett számomra. És Ferenc pápa esetében, akit említett most, pontosan ez a világban élek, és közétek tartozom, különleges küldetéssel, nyilván különleges felelősséggel, de én magát, az Istent, és ezt Ferenc pápa különösképpen is mindig hangsúlyozza, az Istennek az irgalmas szeretetét akarom, hogy megismerjétek, hogy az Isten hogyan szereti az embert. És éppen ezért gondoltuk azt a munkatársaimmal, hogy amikor ilyen kis emlékképet készítettünk, azon az emlékképen a Szent Teréz templom oltárképe látható, és a másik oldalára pedig Szent Teréznek egy mondatát írtuk fel, ami nekem a gyóntató helyiségemben mindig ott van a szemem előtt, amikor Szent Teréz azt mondta, hogy Istenünk irgalmas jóságát mindörökké éneklem. Hát én is ezt szeretném tenni itt a Teréz templomban és itt a Terézvárosban az emberek között, és úgy érzem, hogy az irgalmasság szentévében a pápától erre kaptam az ő áldását. Nem csak a Szent Teréz templom tartozik az ön területéhez, hanem ugye van nekünk itt a Vörösmarty Mihály utcában, vagy Vörösmarty utcában egy pici kápolnánk is. És nagyon sok mindennek ad teret és lehetőséget Terézváros. És most egy picit puskázni fogok, ugye, mert
esperes, a belső pesti esperes kerületekben is, tehát ezek a funkciókhoz tartoznak, illetve a főszékesegyházi káptalan tagja. Mit jelentenek ezek a funkciók? Mennyivel tér el ennek a kis kápolnának az élete, és egyáltalán mennyire széles az a spektrum, amin kell mozogni a Szent Teréz templom mellett? Hát az esperesség az ugye azt jelenti, hogy egy egyházmegye különböző területekre van felosztva, és azon a területen belül vannak a plébániák. És a belvárosi plébániák ügyes-bajos dolgait, legyen a személyi, legyen az anyagi, legyen az szervezésbeli problémáit, kérdéseit, ügyeit, az esperes hivatott a püspök felé közvetíteni, intézni. Ezt jelenti az esperesség. Hát például, hogy a Szervita téren történik valami, igen, akkor az hozzám tartozik, igen. Például a Szervita tér. Tehát mondjuk így, hogy a Pozsonyi úton van a Szent Ágoston kápolna, és a Bakács téri templomig tartozik ide, illetve hát mondjuk a belvárosi templomtól, a Dunaparttól tartozik ugye egészen a Vörösmarty utcai kápolnáig. De a Teréz plébániához tartozik most már 2 éve ez a Vörösmarty utcai kápolna, ami azt jelenti, hogy hát az annak a ott élő hívek ellátásával nekünk kell törődnünk, de ugyanakkor ez a kápolna most kapott egy új funkciót Erdő Péter bíboros úrtól, hiszen ugye az idén tavasszal jelentette be Ferenc pápa azt, hogy 2020-ban Budapesten lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus. Volt már 1938-ban egy ilyen itt Budapesten, és most újra... És 2020? 2020, és ezt újra Budapest kapta. És a Vörösmarty utcai kápolna, illetve a hozzátartozó plébánia épület alkalmasnak látszik arra, hogy itt indul el ennek a szervezésének a folyamata. Tehát ide érkezik most egy fiatal pap, aki meg lett bízva ennek a kongresszusnak a megszervezésével, és hát most éppen átalakítják ezt az épületet, hogy legyenek tárgyalók, irodák, és mindez a felszereltség, ami ehhez szükséges, és a kápolna is tulajdonképpen most már ehhez fog tartozni. Még most alakítjuk ki pontosan, hogy a további ellátása az odajáró embereknek hogyan és miként lesz. Ilyen értelemben már Marini bíboros járt itt Rómából, aki II. János Pálnak volt a titkára egyébként, a Vörösmarty utcában, hogy megnézze azt az épületet, mert ő van Rómában a megbízva ennek a szervezésével, és hát nemzetközi személyiségek és hát híres emberek is meg fognak itt fordulni, akik mind ennek az előkészítésében vannak. Az idén Fülöp-szigeteken, Manilában volt, és hát ők jönnek majd először az ő tapasztalataikat átadni itt a Budapesten lévőknek. A főszékesegyházi káptalan tagjának lenni az pedig azt jelenti, hogy valaki kanonok, az a püspök tanácsadó testületének a tagja. Mondjuk, mint a pápának a bíborosok. Úgy ezt jobban ismerik. De mondjuk egy püspöknek a kanonokok, ez a tanácsadó testület, és akkor azon belül vannak mindenféle ügyek és mindenféle bizottságok, és hát ebbe kerültem bele az idén januárban, úgyhogy hát ennek a feladatait még csak most kezdem kitapasztalni, hogy mit is kell majd nekem ebben a szolgálatban teljesítenem. De amit tudok, azt nagyon szívesen teszem. 2005-ben került ide Terézvárosban, és most az jutott az eszembe, ugye, hogy egy papot épp úgy elhelyeznek különböző feladatok elvégzésére. Most akartam mondani, mint, de nem is tudom, hogy mást jelen pillanatban elhelyeznek-e úgy. Tehát ahogy régen lehetett, hogy egy körorvost kihelyeztek az 50-es években, le kellett mennie valahova. Most is így van egyébként. Most az egyházban mindig a püspök az éppen adott szükségnek, helyzetnek megfelelően bármikor áthelyezhet bárkit. Mennyire van beleszólása abba, hogy itt tudjon maradni a terézvárosi hívők között ebben a területen? Ebben a területben, vagy ezek között az emberek között, hiszen minden egyház kerület, amikor van egy papja, akit nagyon-nagyon szeret,
az teljesen kétségbe van esve, amikor valami változás fog jönni. Uh-huh. Mert azt mondja, Atya Úristen, kit fogunk kapni a nyakunkba. És igen. Ez, azért ez egy, tehát nagyon tudnak kötődni egy paphoz, egy lakóterületnek a hívői. Ez úgy működik, hogy nyilván ahol minden működik és jól működik, azt miért kellene megzavarni? Nem vagyok püspök, csak gondolom, hogy a püspök is ezt így gondolja. Reméljük. És amikor valahol valami szükséghelyzet van, egy plébános idős lesz és nyugdíjba megy, ne adj Isten meghal, helyére szükséges valaki, akkor ki oda a legalkalmasabb? Akkor őt oda át kell helyezni. Ahonnan őt áthelyezik, oda is kell helyezni valakit. És így szokott ez elindulni, amikor ezek a helyezések történnek. És nyilvánvaló, hogy pontosan ismeri a püspök a papot, és ismeri a helyet. És megpróbálja a kettőt összeegyeztetni. De hát ez nyilván, hogy tökéletes csak az Isten. Hogy ezek a dolgok nem biztos, hogy mindig olyan tökéletesen és jól működnek, de hogy erre törekszik, és ez a legfontosabb számára, ez egészen biztos. Tehát ilyen értelemben, egy-egy ilyen döntésben az én életemben is egyik helyről helyeztek a másikra, mindig úgy éreztem, hogy hát egészen biztos, hogy ott most erre van szükség, ezért kell oda menni. Én nem látom, mert én csak a magam szintjén látom, de egy püspök, aki az egészet látja, az egész rábízott hívő közösséget, az látja, hogy most arra van szükség, akkor ő jobban látja, tehát akkor azt kell csinálni. Hát én nagyon remélem, hogy a magyarországi felsőbb hatalmak az egyházon belül úgy látják, hogy önre itt van szükség, és jól végzi a dolgát, és hagyják, hogy ez a jól működő terület továbbra is jól tudjon működni. Bár ez olyan csúnya kifejezés volt, mint ahogy hogy rendeltek egy misét erre és erre, körülbelül párja volt ez a mondat itt a végén. Egy szónak is száz a vége, azt hiszem, hogy a terézvárosi hívők örülhetnek, hogy egy ilyen plébános áll a Szent Teréz plébánia élén. Köszönöm, hogy van nekünk, kérem Isten áldását a következő 25-50 évére. Köszönöm szépen, én meg a terézvárosiaknak köszönöm, hogy vannak nekem. Dicsértessék a Jézus Krisztus.